Üdvözlöm Önöket, kedves nézőink! Mai műsorunkban a kispályás labdarúgó bajnokság első osztályának harmadik fordulóját boncolgatjuk. A négy mérkőzés már lejátszott Klubfeca, amely az első helyen állt, a 13. Gallon Kft-t fogadta. Nézzük a mérkőzést! A városi kispályás labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában a Klubfeca és a Gallon Kft. Csatázik egymással. Világos kék mezben balról jobbra a Klubfeca, ellentétes irányban fekete-fehér csíkos szerelésben a Gallon Kft. Rögtön az első helyzetből egy Klubfeca kapura lövés, amit a Gallon hálóőre Vinicai tolt ki. A bajnokságban jelenleg a Klubfeca áll az első helyen, igaz? Négy mérkőzést már lejátszottak a kékmezesek, 9 pontot gyűjtöttek a négy találkozó alatt. A Gallon Kft. Pedig pont nélkül 2 mérkőzéssel áll a 13. helyen. Nem értették meg egymást egy pillanatra a Gallon védői és a kapusuk, és ebből Juhász Károly került helyzetbe. Máriási sarokrúgása. Még mindig az első percben járunk, Vinicai kapus lábáról vágódik ki a labda, és ebből indulhatna Seiler. Hajnalt előzte meg. A két csapat összeállítása a Klubfeca kapuját Fehér Miklós védi. Ötössel Juhász Károly, tízessel Máriási Zsolt, kilencessel Hajnal Imre, tizenegyessel Molnár Zsolt, kettessel Bobori Balázs, 99-essel Almádi Ferenc, hármassal Balogh Zoltán, 13-assal Király Ferenc és 7-essel Kellner Zsolt. Természetesen nincs mindenki a pályán jelen pillanatban. A Klubfeca kezdője Hajnal, Juhász, Bobori, Máriási és Balogh. A Gallon Kft. Egy picivel bővebb létszámú. Egyenlő arányban vannak, most nézem csak, nincs több cseréjük, 3-3 cserével álltak ki a csapatok. A Gallon összeállítása 1-es Vinicaiket, 6-os Vonnák, 8-as Csuti, 12-es Nagy Miklós, 3-as Huszkároly, 2-es Szeller Attila, 10-es Szabó Barna, 11-es Csanádi Ferenc, 5-ös Lendvai József, 6-os Weininger Krisztián, 4-es Panner László és 7-es Lepcsényi Tamás. Weininger. Huszkároly a labdával Vinicainak teszi le. Balogh lépett közbe. Egyenlőre a Klubfeca az erőszakosabb, ők akarják döntésre vinni a dolgot már az első percekben. Husz. Csuti. Gallon Kft. Egyenlőre zavarodott játékot mutat, kapkodnak. Juhász. Husz állította meg, aztán Szeller adja el a labdát. A 2000-2001-es bajnokságban a Klubfeca az 5. helyen végzett, 34 pontot gyűjtött 26 találkozó alatt. A Gallon Kft. Pedig a 9. helyen zárta a szezont 21 ponttal. Az elmúlt bajnokságban egyébként mind a két találkozón a Klubfeca diadalmaskodott. Weininger. Balogh. Bobori kapta volna az átadást, 20-ban akadt el a labda. A 4. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Seiler. Hajnal. Balogh kapta csínbe a labdát, Máriási. Balogh. Bobori. És Balogh lábáról Vinicai kezébe kerül a labda. Weininger.
távoli lövés hajnalról vágódik le. Bobori szabadít fel végül. Weininger. Spanner adta a labdát. Máriási. Juhász felé, aki egyből középre passzolt volna. Szeller azonban kézzel ért a labdába. Egyenlőre nagyon közel a sorfal, hátrébb kell rendelni, ez meg is történik. Máriási és Bobori a labda mögött. Máriási gurítja le, Juhász nem találta el jól. Az előző fordulóban Klubfeca 4-3-as győzelmet aratott a Korál ellen. A Gallon Kft. Pedig 4-2-es vereséget szenvedett az újonc Cooper SC-vel szemben. Spanner. Weininger. Seiler. Spanner kapja vissza. Weininger. Spanner. Husz. Weininger. Seiler. Bobori. Juhász a bal oldalon, aztán Boborinak passzolja vissza a labdát. Weininger csípte el az átadást. Bobori lövi rá. Husz lábáról hagyja a labda a játékteret szöglet. Máriási. Újabb szöglet. Nyolcadik perc, 0-0. Hajnal nagy lövése. Bőnécei hárított. Máriási. Balog Vinicai lábbal. A Klubfeca erőteljes offenzívát alkalmaz a Gallon Kft. Ellen. Egyenlőre még eredmény nélkül. Weininger. Spanner. Husz. Hát a túloldalra egy keresztladával próbálkozott, az azonban hosszú volt. Máriási. Balog talpa alatt gurult el a labda. Spanner. Weininger. Máriási csapja be, aztán Spannerhez passzol, aki fordulásból lő a kapu fölé. Hajnal. Bobori. Spanner szerelte. Weininger. Husz. Weininger kapta vissza, Bobori lépett közbe keményen, aztán Máriási indul belőle. Máriási egy csel után még tartja a labdát, Balognak gurítja vissza.
Hajnal érkezik, kapásból lőtt a kapu mellé. Weininger kap 2 perces kiállítást. Két percig ember hátrányban tehát a Gallon Kft. A 10. percben járunk, 0-0 a mérkőzés állása. Vinicai kirúgása. Spanner. Máriási. Balog. Máriási kapja, jobban lőtt. Elkerülte a kaput. Vinicai. Bobri szerezte meg. Juhász. Máriási. Juhász egy csel. Vinicai érkezett ki jókor kapujából. Juhász szöglete, Máriási. Egy lövőcsel áttette a jobb lábára. Aztán céltéveszt lövése. Vinicai kirúgása. Át a másik kapuig Fehér Miklós vette birtokba a játékszert. Hajnal. Balog. Hajnal. Máriási egyből át a túloldalra. Nem volt pontos passza. Husz. Bobori lökött. Spanner végezhet el szabadrúgást. Balog. Máriási. Juhász elől ment. Csuti Zoltán. Máriási bedobása. Aztán most Vonnák érkezett vissza jókor. Máriási szöglete. Hajnal egy újabb szöglettel folytatódhat a játék. Csuti rolhatja arra a labda a játékteret. 13. perc 0-0. Balog a túloldalon, Máriási egyből nem találta el jól. A Klubecának jellegzetes játék stílusa van. Ők híresek az úgymond lelki hadviselésről. Meglehetősen keményen és agresszívan játszanak, amit van olyan csapat, aki nem tud elviselni. És megtörik. Így mindig szórakoztató mérkőzéseket vívnak a kékmezesek. Spanner. Weininger. Hajnalról vágódik le. Bobori még megmentette a vonal előtt. Molnár. Boborit szerelte Csuti. Máriási bedobása.
Bonnák. Spanner nem tudta levenni a labdát. Molnár Zsolt fejelhette haza a játékszert. Kellner. Szépen játszott össze Hajnallal. Kellner lövi el Vinicai Hárit. Hajnal távolról, saját térfeléről, messze a kapu mellé. Vinicai kirúgása. Hajnal. Kellner. Molnár. Bobori. Molnár kapja vissza, felpattant a kezére. Bedobás. Vonnák bedobása. Nem tudta eldönteni, kinek dobja a labdát. Aztán elveszik a játékvezetők a játékszert. És most a Máriási, illetve a klubfeca dobhat Máriási révén. Kellner. Hajnal. Szép volt. A kapu felé. Fölé fejelte a labdát. Bobori. Máriási. Vonnák lépett közbe. Molnár jól fedezte a labdát. Aztán Weininger szereli. Csuti. Csuti esik nagyot. Megállítják a játékot. Csuti indult meg a klubfeca kapuja felé. Aztán Máriásival ütközött. Melynek következtében a földre huppant. És rosszul esett. Kellner adja vissza a labdát a feldobás után. Weininger. A 17. percben járunk. Még mindig 0-0 a találkozó állása. Kellner bedobása a Bobori felé. Vonnák lépett közbe. Megelőzte a klubfeca kék 2-es számú játékosát. Weininger ballal lő, fehér véd. Aztán Kellner érkezik vissza. Szöglet lett a dologból. Weininger szöglete Hajnalról vágódik ki. Ismételhet a gallon. Egészen hátra, Vinicaiig. Bobori fejjel Molnárnak lövésre. Nem érkezett jó ütemben a labda. Így nem tudta előni Molnár Zsolt. Hajnal bedobása. Molnár. Vonnák előre. Fehér. Kellner. Hajnal. 20 szerzi meg. Csanádi. Vonnák. Bobori támadta hátulról. Máriási vette el a labdát, és egy óriási kapufát lő. Máriási Zsolt jobbal lőtt kapura egy labdaszerzés után, és a bal kapufát találta telébe. Tizenkilencedik perc, 0-0. A klubfecának van több helyzete. Fehér. Csanádi. Seiler. Kicsit hosszan vette át a labdát, kisodródott, nem is tudta igazán jól kapura tenni.
Hajnal. Kellner. Bobori. Hajnalnak hátra. Csanádiról. Molnár bedobása. Hajnal. Vinicai rúghatja ki a labdát. Néhány másodperc elteltével aztán Fehér dobja ki. Bobori csúsztat. Weininger. Seiler. Jó volt a csel. Aztán Weininger kapja vissza. Bobori támadja. Vonnák. Pontatlan volt. Molnár. Kellner. Bobori. Molnár kapja vissza, aztán Kellner kapja középen. Kellner dobhat. Bobori. Kellner kapja vissza, középre passzol, és Máriási ballal a kapu fölé. Sakmat helyzet volt, szinte üres kapura. Lőhetett Máriási Zsolt. Nem találta el. 21. perc. Még mindig 0-0. Hajnal előzte meg Seilert. Weininger. Letámad a klubfeca. Máriási zavarta a gallon kapusát. Hajnal bedobása. Bobori felé. Máriási szelidíti meg a labdát. Hajnallal játszott össze Máriási. Aztán kapura lőtt. Ismét hárított a gallon kapusa. Újabb szöglet a mérkőzésen a 22. percben. Kellner kapta lövésre. Levágódott. Ismételet Máriási, aztán Bobori lő lyukat. Weiningerről hagyja a labda a játékteret az oldalvonalon túl. Weininger kirúgása. Illetve Vinicai elnézést, Weininger felé szállt a labda. Weininger lőhet szabadrúgást, Seiler. Aztán Kellner indul meg. Hárman kísérik az akciót, Máriási, Molnár. Szabadrúgás a klubfecának. Máriásit lökték. Szorongatták. Zebra mezesek. A 9-es vonal közeléből jár a pontrúgás. A sorfal, a kéttagú sorfal 3 méterre áll a labdától. És Máriási, valamint Bobori a labda mögött. Bobori lövi el. Weininger lépett közbe. Bobori mellett próbálta tovább tenni a labdát, rövid volt azonban az átadás. Weininger. Sellert próbálta kiugratni, nem volt rossz az elképzelés. Kellner csípte el a labdát. Máriási. Husz. Máriási lépett közbe keményen. Aztán Vonnák lábát találja el, mehet tovább. Máriási. Molnár. Vinicai vé. Weininger indulhat meg az akcióból. Weininger, Vonnák, nem tudta lekezelni a labdát. Ez volt az utolsó momentuma az első játékrésznek.
tehát Klubfeca Gallunk Kft. 0-0. Megkezdődött a második játékrész 0-0-ás állásnál. A Klubfeca kezdett, Juhász. Molnár egyből próbálta tovább tenni a labdát. Hajnal. Husz fejeli vissza. Kellner. Kint van. Beininger. Hajnal lábai között akad el a labda. A térdével szorította össze a játékszert. Ezzel megakadályozza, hogy az a kapu felé szálljon. Spanner. Csuti. Spanner még. Szabó Barna érkezett hátra jókor. A kapusé a labda, Vinicei kirúgása, Spanner találja üresen, Spanner, kapufa! A kipattanó pedig Csanádiról, illetve Szabó Barnáról, ha már nem a kapu felé szállt, nem tudta lekezelni, elpattant tőle a labda, Vinicei, Weininger, aztán ismét Vinicei, Husz, Weininger. Tehát 27 perc játék után mindkét oldalon egy-egy kapufa, gól még azonban sehol. Husz lőtte most a labdát a Feca kapuja mellé. Máriási. Hajnal. Molnár. Vinicei védett nagyot. Hajnal. Félpályáról tüzelt, saját játékosát Molnár Zsoltot találta el. Husz dobja haza a labdát. Weininger. Spanner. Vinicei kapus keresi az embert, kinek lőhetni, aztán ketten támadják. Végül kilőtte a labdát. Máriási. Juhász. Keresztbe a kapu előtt. Szabó csúsztatott. Ez csemege volt Fehérnek. Hajnal. Vinicei érkezett és öklözött. Balog bedobása. Ismét Vinicei volt a leggyorsabb. Ő tenyerelte ki a labdát az oldalvonalon túlra. Kellner bedobása. Elszállt a fejek felett. Weininger. Spanner. Husz. Spanner kapja vissza. Szabó. Hajnal tisztáz. Hajnal dobja haza. Kellner kapja a kidobást. Balog. Tol egyet rajta, és ez volt a veszte. Spanner odaért. Balog bedobása. Juhász fejel, gól! A második fél idő negyedik percében egy bedobást követően Juhász Károly érkezett középen, és mintegy 3 méterről fejelt a Gallunk kapujába. 1-0, tehát a Klubfeca javára. 28 percet kellett várni, tehát az első találatra, amelyet végül a Klubfeca szerez meg. Husz. Weininger. Vinicei.
Spanner elveszti, Máriási, sakmat helyzet, aztán Balog a kapus kezét találja el. És ezzel azt éri el, hogy nem lövi be a Kulfec a második gólját. Balog. Máriási. Juhász. Kellner. Balog. Juhász mellel, aztán egy csel, még a levegőben tartja a labdát. Weininger. Balog talpalt. Jogos a szabadrúgás. Két perces kiállítás Kellnernek labda elrúgásért. Fegyelmezetlenség ára tehát a két perces ember hátrány. 20. Spanner. Weininger. Második félidő, 6. perce. 1-0-ra vezet a Kulfeca. 20. Spanner lőtte el. Fehér védett nagyot. A rövid sarokra tartott a labda, és a szögletre ütötte. 20. Weininger. 20. Galon próbálja kiebb húzni a Kulfeca védelmét, hogy ezáltal mögéjük tudjanak kerülni. Spanner. Szabó. 20 kapja. Weininger, járatják a labdát. Hajnal érkezett. Szabadrúgás a gallon javára, Weininger. 20. Spanner. Gallon arra próbál játszani, hogy járatják a labdát, és így egy emberelőnyös szituáció alakuljon ki. Valaki üresen maradjon. Egyenlőre ez még nem sikerül. 20 a szöglet után. Hajnal nagy bedobása. Gyunicai. Weininger. Még mindig ő 20 kapja. Máriási fejeli vissza. Weininger. Spanner. Weininger kapja. Hajnal lépett bele a lövésbe. Második félidő, 8. perce. Szeller rossz keresztlabdája. Fehér kidobása. Bobori próbált helyzetbe kerülni. Huszkárojt próbálta elnyomni a hatos vonalnál, ez nem sikerült neki. Most azonban megelőzte a gallon védőjét, és kiharcolt egy bedobást. Juhász. Szellerről vágódik ki a labda, szöglet lett a dologból. Máriási szöglete, és a nézőtér szenvedi. Weininger. Juhász érkezett, túlzottan keményen, a játékvezetők szerint a gallonnak jár a szabadrúgás. Szabó. Vinicai. Szabó igen röviden passzolt hátrafelé. Weininger. Spanner. Máriási fülelt el az átadást. Balog. Szabót csapta be, aztán Fehérnek adja haza a labdát. Hajnal. Bobori fejjel vissza. Weininger szedi le a levegőből a bőrgolyót. Szeller. Balogról megy ki a labda.
Seiler bedobása elszáll mindenki előtt. Kifelé jár a szabadrúgás. Csanádi volt szabálytalan. Hajnal. Spanner. Weininger. Spanner. Weininger. Balogh szerzi meg a labdát. Máriásinak hagyta, ott Bobori érkezik. Jól lépte át a kivetődő Vinicait, aztán Bobori kisodródva ballal a jobb kapufát találta el. Weininger, Spanner, Csanádi, Weininger, Spanner, Máriási vele szemben. Aztán Máriási szabadít fel. Szöglet lett a dologból. Beleért egy gallon játékos. Máriási Zsolt érkezik a sarokrúgáshoz. Második félidő 12. percében. Balogh lépte át a labdát, és Hajnal lőtt a kapu fölé. Spanner, Csanádi, Vinicai, Weininger, Seiler veszi át és indulhat meg. Seiler még át a túloldalra, Csanádi vissza középre, Hajnal lábáról perdül fel a levegőbe, Fehér pedig már a hatos vonalon kívül ért kézzel a labdába. Így a gallon végezhet el szabadrúgást meglehetősen kecsegtető szögből. 6 méterről. Egészen pontosan 6,5 méter lehet a távolság. Weininger és Spanner a labda mögött. Aztán Seiler is hátrébb húzódik. Spanner lövi el, Máriásiról vágódik itt, de utána még Csanádi ért a labdába. Így kirúgás lett a dologból. Fehér, Seiler csúsztatja meg. Ez arra elég volt, hogy Balogh-hoz ne jusson el a labda. Balogh bedobása, Molnár, Máriási, Balogh kapja, Vinicai véd. Molnár lövi el távolról, nem sokkal ment a kapu mellé. Szöglet. Vinicai szögletre tolta a játékszert. Máriási. Kapufa, és Vinicairól ismét elhagyja a labda a játékteret. Óriási lehetőség volt ez is. És ez már a harmadik kapufa a találkozón. Máriási újabb szöglete. Balogh, rövid volt a passz. Bobori, Máriási, aztán Seiler hozta volna el, ha Bobori nem lép közbe. Perc. Weininger. Balogh lépett közbe és szerelte, aztán pedig eladja a labdát. Seiler. Weininger. Balogh őrzi szorosan, aztán szabálytalankodik is vele szemben. Weininger végezheti el a szabadrúgást. Csanádinak gurította le. Máriási indulhat a megszerzett labdával. Máriási. Csanádi csúszott be, és Máriási pedig ott hagyta a labdát, pedig mehetett volna tovább. Seiler pedig a hálótartó vasat találja el.
Hajnal kirúgása, Bobori fejjel középre, Balog, aztán Sponner tisztáz. Szeller tartja szépen a labdát, Csanádi, Weininger. A Gallon sem játszik rosszul ezen a találkozón. Weininger, Sponner, Szeller. Tehát a Gallon sem játszik rosszul, ám a Kukveca valamivel veszélyesebb a kapura. Szeller, Weininger. Molnárról próbált lefordulni, még tartja a labdát, Molnár támadja és reklamál a játékvezetőnél. Szeller lépte át, és Hajnal szabadít fel végül. Szabó lép rá a labdára, majdnem elvesztette és majdnem végzetes hibát követett el ezzel. Szabadrugás a Kukveca javára. Molnár végezheti el a pontrúgást. Az utolsó 10 perc kezdődött el a találkozón. 1-0-ra még mindig a Kukveca vezet. Vinicai, Sponner, Szeiler, Bobori, Molnár iramodik meg a bal oldalon. Molnár Vinicai hárít bravúrral, Máriási pedig sarokkal, már csak kijebb tudta segíteni a labdát. Vinicai, Szeiler, Csanádi, egy kötényt oszt ki, Szabó, Szeiler hosszan veszi át. Egy picit gyors volt a passz, ezért nem tudta kellően lekezelni a játékszert Szeiler Attila. Hajnal. Máriási egyből a kapu előtt keresztbe. Weininger. Sponner. Weininger. Szabó. Bobori állítja meg. Szabó. Fehér egészen kint a kapujából, aztán ő indítja a Kukveca újabb akcióját. Máriási, Vinicai. Molnár szerzi vissza, aztán Sponner lép közbe, és Vinicai rúgja ki a labdát. Második félidő 18. perce, 1-0-ra vezet a Kukveca, a játékvezetői feldobás, és Szeller adta vissza a labdát. Máriási, Bobori, Molnár, Hajnal előre, Vinicai húzza le, aztán ügyel bajjal, de megtartja a labdát, és a hatoson kívül ért a labdába kézzel, így szabadrúgás a Kukveca javára. Máriási végzi el a szabadrúgást második félidő 19. percében, és Hajnal 2-re növeli csapata góljainak számát. Máriási szögletét Hajnal jobb lábbal bombázta a kapu jobb alsó sarkába. A második félidő 19. percében tehát 2-0 már a Kukveca javára. Weininger, Máriási előzte meg Csanádi, Juhász, Vinicai segítette a labdát szögletre. Bobori érkezett bent középen egyedül, Juhász azonban kapura próbált lőni. Újabb Máriási szöglet, Vinicai lábbal hárít, Weininger, Sponner. Weininger kapja vissza, még mindig ő, Szeller, Szabó talp alatt suhant el a labda. A mérkőzés hajrájába léptünk, 5 perc van hátra a találkozóból.
fehér kidobása a hajnal tartja meg. Letámad. A gallon Weininger kapu mellélő. Bobori nem tudta megmenteni a vonal előtt. Seiler. Szabó kezére pattant a labda, értésem szerint Máriási indulhat meg. Máriási még Vinicai védlábbal. Seiler Kellner előzte meg. Weininger. Aggalom javára a szabadrúgás. Spanner elől Juhász szabadít fel. 20. 21. perc a második félidőben. Spanner. Hajnal szerzi meg és tartja a labdát. Bobori várta volna előre, a plafont találja el, így ismét játékvezetői feldobással folytatódhat a játék. Kellner adja vissza. Weininger. Csanádi. Kellner lépett ki. Máriási. Csanádi szerel. 20. Hajnal. Máriási. 20-ról vágódott ki a labda. Bobori dobhatja be. Juhász 3-0. Egy újabb állított szituáció. Imár a harmadik, amelyből gól születik a második fél 22. percében. Bobori bedobását Juhász fejelte a kapuba. 3-0, és úgy érzem, ezzel már eldőlt a találkozó. Eldőlt a három pont sorsa. Három perc van hátra a mérkőzésből, és pontosan ennyi, három gól a klub Feca előnye. Weininger. Hajnal. Husz. Kellner, aztán Fehér. Hajnal. Fehér kapus kirúgása. Bobori fejjel Juhász felé, Juhász veszi le, megszelidíti a labdát, aztán nem tudta igazán jól tovább passzolni. Király támadta a kapust. Mehet tovább, előnyszabály. Weininger. Spanner. 20. Spanner. Hazadja. Vinicai. Weininger. Bobori szerelte. Most már a gallon sem erőlteti a támadást. Beletörődött sorsába. A 0-3-as eredménybe. Kellner. Weininger fejeli vissza, aztán Király. Bobori. Husz próbálta szerelni, Bobori tartja még a labdát, és tovább viszi. Ketten is zavarták, mégis megtartotta a labdát. Juhász. Király. Bobori. Jól járatja a labdát a klubfeca. Kellner fejelte le Hajnalnak. Hajnal még. Spanner őrzi. Hajnal. Egészen hátra Boborihoz, az utolsó percben járunk.
És most van vége. A találkozónak, tehát a Klub Fece 3-0-ra nyerte a találkozót, a második félidőben bedarálta ellenfelét, és három pontrugásból, illetve egy szögletből, valamint két bedobásból szerzett három gólos előnyt, amit tartott is a találkozó végéig. Tehát a végeredmény Klub Fece, Vallon Kft. 3-0. Fece a győzelmén kívül még öt csapat hagyta el a játékteret diadallal, és két együttes végzett döntetlenre. Most lássuk az összefoglalót. A Bádogos, Süni és Barátai összecsapáson két nulla pontos együttes lépett pályára. Mindkét csapat nagyirabban kezdte a találkozót, de a Bádogos tűnt veszélyesebbnek. A Süni a felezővonalnál megszerzett labdákkal próbált lendületes akciókat vezetni, de a zöldmezesek rendre visszazártak. A második félidőben szinte csak a Bádogos veszélyeztetett, de egyik csapat sem talált a másik hálójába, így a végeredmény gól nélküli döntetlen. A Blue hétfő Mercurius Tours találkozó elején úgymond kóstolgatták egymást a csapatok, különösebb gólhelyzetet egyik oldalon sem dolgoztak ki. A Mercurius tűnt magabiztosabbnak, mégis a Blue hétfő támadott veszélyesebben. Amíg a piroskékeknek kapufára futott a célzó képességükből, addig a Blue hétfő egy szép akció végén megszerezte a vezetést. A második játékrészben meglepetésre a Blue hétfő növelte előnyét és 3-1-jel szerezte meg a győzelemért járó 3 pontot. A két győzelemmel rendelkező C plusz V az egypontos Fedél Kft-vel csapott össze. Az első félidőben felborult a papírforma, hiszen a Fedél higgadt okos támadásokkal válaszolt a C plusz V kapkodó játékára. A játékrész elején egy védelmi hibát kihasználva a Fedél szerzett vezetést. A gól után a C plusz V jobban összpontosított, s ennek eredményeként egyenített is. A hátralevő percekben parás csatát vívott a két fél, mindkét oldalon gyakran forogtak veszélyben a kapuk. Egy szabadrúgást követően ismét a fehérmezesek tettek szert egy gólos előnyre. Fordulás után nagy volt a küzdelem a pályán. A Fedél egy szögletből növelte előnyét, s ekkor már biztossá vált, hogy újabb meglepetés van születőben. A C plusz V játékosai nehezen viselték hátrányukat, amit fofoszkodással próbáltak kompenzálni. A találkozót a Fedél Kft. Nyerte 4-1-re. Számítottatok rá, hogy elkapjátok a bajnokot? Hát nem számítottunk rá, igazából egy biztonságos védekezésből kontrákkal megpróbáltuk meglepni őket, de hát úgy nézve nagyon jó meccs kialakult, és sikerült azért meglepni őket. Hogyan tovább, újabb skalpok? Hát bizakodunk, hogy most már összeáll a csapat, jobb formába lendülünk. Megpróbáljuk. Az igazság, hogy minden meccs nekünk már egyre nehezebb, mert elég koros a csapat. A Fedél Kft. Ellen mindig ilyen lázós meccseket játszottunk. Én az elején felhívtam a csapat figyelmét, hogy meg tudnak minket lepni, és most már a harmadik mérkőzés az, ami bebizonyosodott, hogy rögtön hátrányból kezdjük, most nem sikerült sajnos fordítani. Nehéz elviselni a vereséget? Hát nem vagyunk nagyon hozzászokva. Szokni kell a gondolatát, hogy egyre több lesz az ilyen, és majd fel kell dolgozni a meccs után a sörözőbe. A második játéknap első mérkőzésén a Turullány és a Széphő Szeder találkozott egymással. A kékmezes Turul kezdte lendületesebben a találkozót, veszélyesebben támadott, s az ötödik percben a vezetést is megszerezte. A gól után a fehérmezeseknek is adódtak lehetőségeik, egyet ezek közül ki is használtak. Helyzetekben gazdag percek következtek, a Széphő tudásbeli hátrányát küzdelemmel és sok futással próbálta kiegyenlíteni. A Turul a félidő végén ismét előnyre tett szert, majd egy parádés találattal már két gól volt a különbség a két együttes között. Fordulás után a Szeder volt aktívabb, ám a tavalyi ezüstérmes jól védekezett, sőt ismét szépségdíjas találattal növelte előnyét. Ekkor a három pont sorsa már nem volt kérdéses, a meccset a Turul 7-2-re nyerte. Jobb a kékvé, tehát pillanatnyilag azt hiszem nem tudtuk felvenni a versenyt felül. Régebbi összeszokottabb csapat, mint a miénk, úgy érzem, és nagyon régen az első osztály meghatározó csapata. Itt lehetett a hiba, hogy összeszokottabbak voltak? Nem hiba ez szerintem. Én úgy érzem, hogy egy ilyen csapattól nem igazán kell bárkit is elmarasztalni, hogyha kikapunk. Úgy gondolod, van ekkora különbség a két csapat között? Ekkora különbség természetesen ez a mi hibánk, hogy ennyivel kikaptunk, de úgy érzem, hogy amikor már a Turul vezetett több góllal, akkor feladtuk a védekezést, és ebbe benne van sajnos, hogy több gólt kapunk, mint amennyit kaphattunk volna. A Bombombolt Korál összecsapása papírformának megfelelő képet mutatott. A kékmezes együttes végig nyomás alatt tartotta a legjobb feljutó kapuját, s a fölény gólokban is megmutatkozott.
a korál képtelen volt ellenállást tanúsítani, s a Bombon 25 percnyi játék alatt 3 gólt rámolt be a fehérmezesek kapujába. Fordulás után a korál bátrabb támadó játékkal rukkolt elő, melynek következményeként szépített is. A Bombon azonban nem engedte közel magához ellenfelét, s 6-2-re nyerte a találkozót. Két újonc gárda találkozott a Cooper SC fészeképítők összecsapáson. A narancsmezes fészeképítők, ahogy eddig is, bátor játékkal kívánt felülkerekedni ellenfelén. Az építők most hatékonyan támadtak, s 2 gólos előnyre tettek szert. A Cooper még az első félidőben szépített. Fordulás után is inkább a küzdelem dominált, mint a látványos játék. A fészek tovább növelte előnyét, míg a Cooper csak helyzetekig jutott. A végeredmény 4-1 a fészeképítők javára. Számunkra azt hiszem, hogy kötelező volt, mert a másik csapat is onnan jött az 1B-ből tavalyról, ahonnan mi kerültünk föl. Tehát mindenféleképpen szerettük volna megnyerni ezt a meccset, és hát sikerült. Azt hiszem, hogy ma minden olyasmit, amit a meccs elején megbeszéltünk, azt mindenféleképpen végrehajtottuk. Elégedett vagyok, azt kell, hogy mondjam, és bízom benne, hogy így folytatjuk tovább. Sajnos nagyon gyengén játszottunk. Ugye a előtte két elég jól nevű ellenfél ellen kétszer nyertünk, nagyon jól futballoztunk, ma a védekezésben nagyon rosszak voltunk, ráadásul hát 10 körüli gólhelyzetből csak 1 gólt tudtunk rúgni. Nem, hogy így megérdemelten nyert az ellenfél jobban, ha kihasználta a gólhelyzetét. Nézzük a harmadik forduló eredményeit. Bádogos, Sünés barátai 0-0. Blue Hétfő, Mercurius Tours 3-1. C plusz V, Fedél Kft. 1-4. Klubfeca, Gallon Kft. 3-0. Turulány, Széphőszeder 7-2. Bombombolt, Korál 6-2. Cooper SC, Fészeképítők 1-4. A bajnokság a következőképpen alakult, első a Klubfeca 12 ponttal, igaz, ők 5 mérkőzést játszottak. Második a Turulány 9 ponttal, harmadik a Blue Hétfő 7 ponttal, negyedik a Bombombolt 6 ponttal. Ötödik a C plusz V, hatodik a Cooper SC, hetedik a Fészeképítők, nyolcadik a Széphő Szeder, kilencedik a Fedél Kft., tizedik a Mercurius Tours, tizenegyedik a Korál, tizenkettedik a Bádogos, 13. a Süni és barátai, a sort pedig a Gallon Kft. Zárja 14-ként 0 ponttal. A kispálya legközelebb jövő hét szombaton 17:30-kor jelentkezik a Fehérvár Televízió műsorán, akkor a 4. forduló történései dolgozzuk fel. Ismétlés vasárnap 16:15-től, tartsanak velünk akkor is, a viszontlátásra!